Volt egy Stallone film, a függő játszva, Fitzmaker, amiben volt egy olyan jelenet, hogy valami nő zuhan le a szakadékban, Stallone utána ő, és így megfogják egymás kezét, de aztán szép lassan ez kicsúszik, és a nő leesik. És ennek volt valami mókusos paródiája, hogy az egyik mókus is esik, ez kevésbé szomorú. Megvan ez a... Tehát a Gastrophemiusnak az eredése és a hemszínek a tapadása az pont így kapcsolódik egymásba és továbbítja a nap felől jövő erőt. Tehát azok az erőhatások, amik itt érik a testünket, azok ezen a fogáson keresztül jönnek tovább ide. De itt álljunk meg egy pillanatra. Megkéred a páciensedet, hogy legyen szíves hajoljon előre a lábára, akkor ez az erővonal lesz, aki azt mondja, hogy ez azért ne vitt túlzásba. Tehát ahogy hajolsz előre, így szépen megfeszül a hamstring, az átvegy az erőt a gastrophemiusnak, és egy idő után megállt fog parancsolni ennek a mozgásnak, tehát nem teszem az orromat a térben, hanem ez így megáll. Nagyon érdekes játék, hogy focig úgy van a térben, akkor mondjuk le tudok venni. Viszont egy millimétert hajlítok a térdemen, látjátok, mennyivel tovább megy? Erre a magyarázat nagyon sokáig az volt, hogy ha hajlítom a térdem, akkor közelítem a hamstring eredését és tapadását, ezért a hamstring az insufficiens lesz, erre a magyar szó a tötlöt, tehát ilyen kis állatom. Ezért sokkal könnyebben hajolok előre. Gondolkodjunk el ezen egy picit. Ha egy millimétert hajlítok a térdemen, akkor is létrejön ez az óriási könnyebbség. Pedig nem került annyival közelebb a hamstring eredés a tapadásra, mert az 1 mm az nem játszik olyan sok vizet, vagy nem zavar olyan sok vizet. Mi a nyavaja történik ilyenkor? A mozgásterápiában lehet nagyon jól felhasználni ezt a tér. Akkor annyi történik, hogy Stallone elengedi a csaj kezét. Tehát ez az összeköttetés a tér flexiójával köt. És már nem csak, már nem a talpi fascia, calcaneus, achilles, gastrocnemius, hamstring és társait húzom, hanem lecsatolom ezt, és csak a fönti részeknek az ellenállása fogja blokkolni a mozdulatot. Tehát, hogyha mondjuk jogaoktatóként, gyógytornászként, fizioterapeutaként azt akarom, hogy az egész erővonalat mondjuk, azt a porci kinyújtott térdel fogjuk csinálni, ha csak a hamstringgel akarok játszani izoláltan, akkor egy picit hajlított térdel fogjuk csinálni, így tudunk célozni. Jogaoktatóknak nagyon nagyokat vívni egymással, hogy a széktartást az homorú derékkal vagy egyenes derékkal csináltassák, és egymásnak esnek, ott annyira csak mindegy. Az a kérdés, hogy mi a cél. Ha azt akarom, hogy stabilizáljuk az előttes egy kis izületet, akkor csináljuk így, mert akkor edzik a haránthasizmot, tréningezzük a torakolumbát, nem mindegy, tehát értitek? Az a cél, hogy erősítsük mondjuk a háti erektorokat, és közelítsük a csigolyatestek hátsó részét, és valamilyen szinten próbáljuk centralizálni a porckora munkahelyzet, hogy csináljuk homokzserékkal. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik jobb, a másik rossz, hanem melyik mire jobb.